2012. októberében egy nagyszabású beruházás vette kezdetét itt a pécsi szennyvíztisztító telepen. Az októberben megkezdődött átalakítási munkálatok első üteme zárult most le. A hátunk mögött található előülepítő medencét helyezték most ezekben a percekben üzembe a kollégák. Ezen a medencén keresztül két óránként egy-egy versenyúszodai medencének megfelelő mennyiségű szennyvíz érkezik és folyik keresztül, és ugyanennyit engedünk vissza megtisztítva a természet. A pécsi szennyvíz telep tisztítási hatások egyébként jelenleg is országosan is kiemelkedő. Erre a több mint 100 millió forintos beruházásra azért van szükség, hogy a jövőben az egyre szigorodó környezetvédelmi előírásokat nagy biztonsággal továbbra is tudja teljesíteni a telep. Körülbelül mennyi ideig tartanak még a felújítási munkálatok? Várhatóan május végére befejeződnek. A telepen folyó technológiai fejlesztés eredményeként az első ütemet ma zárjuk le, ahol jelenleg azt látjuk, hogy üzembe helyezzük az átalakított előülepítőnket. A biológiai reaktortereket meg kellett növelni. Hatékonyabb ez a megoldás, mint hogyha új medencéket építettek volna? Új medencék építésénél ugyanezt kellett volna kialakítani, tehát ugyanígy egy kevert medenceteret keverők beépítésével, ahova a bejövő szennyvizet el kellett volna juttatni valamilyen osztóvájú segítségével, ahhoz biztosítani kellett volna a recirkulációs iszappal a lebontó szervezeteket, hogy a biológiai tisztítás végbe menjen. Tehát ezt lehetett volna úgy is megoldani, de ez a műszaki megoldás megvalósítható volt egy meglévő medencébe, amit átalakítottunk úgy, hogy terelőfalakat építettünk be, osztóvájukat, drip rendszerekkel osztjuk el a vizet a medenceterek között, és tényleg, ahogy itt is látszik, maga a kiülepedés elleni védelem az keverőberendezések beépítésével valósul meg, tehát ennek látjuk most jelenleg a beüzemelését. Ha minden jól megy, a mai napon teljesen üzemkész fog működni a technológiának ez a sora, jövő héten pedig kezdődhet a második ütem a másik medencének az átalakításával.